És te találkoztál már hasonló reklámmal? Nézzük meg, hogy ugyanolyan-e, mint a játék. Sziasztok, én Bálna vagyok, és üdvözöllek benneteket egy újabb mobiljáték tematikájú videóban. Ma reggel, amikor felkeltem és ránéztem a telefonomra, az első dolog, ami fogadott, az ez a reklám volt. Turn off that stupid ad! Everyone knows this game isn't even real! No, it's real. It's called Last War, and it's going mega viral because the developers made a real game based off the fake game and all the ads. Oh my gosh, I gotta try this! Okay, this should be so easy because we have so many troops right now, and let's see if we can go for this jeep and... Oh my gosh, wait, that killed like half of my guys, that is not good! But maybe we can get this turret right here? Yes, we got it! We have the super soldiers! Just try it out yourself! Tap on the link and download Last War for free! Elkezdtem gondolkozni, hogy mintha már láttam volna én ezt a reklámot, vagy legalábbis ezzel a játékkal, mintha már foglalkoztam volna. Na igen, ez volt a Top War nevű hulladékjáték, aminek azóta 2,5 csillagos a Google Play score-ja, és a játékosok véleménye is erős felháborodást tükröz. Rengeteg játék próbálkozik egyébként hasonló, vagy egy az egyben ugyanilyen reklámokkal, mint a Top War. Például a kokáért említsük meg a Last Shelter Survival nevű játékot, aminek reklámjaival foglalkoztam már korábban itt a csatornán, vagy inkább talán az új Evony The King's Return-t, aminek úgy szintén kísértetésen hasonló hirdetései vannak. Ezt a játékot ugyanilyen rohangáló lövöldözős katonás cucca reklámozzák, miközben maga a játék egy tipikus középkori királyság menedzselős pénzszivattyú. Tudjátok, amikor egy óra játék után pénzt kell költened a játékra, hogy egyről a kettőre haladni tudj. Ezek a játékok elképesztően sablonosak, ugyanazokkal a funkciókkal és tulajdonságokkal, csak mindig máshogy skinelve. Érdekes tehát, hogy feljött nekem ez a Last War reklám, amiben azt állítják, hogy azt bizonygatni próbálják, hogy ez a játék tényleg ugyanígy néz ki, mint a reklámban, és ez nem egy reklám, nem egy film, amit csináltak, hanem ez tényleg a gameplay egy az egyben a játék. Because the developers made a real game based off the fake game and all the ads. Oh my gosh, I gotta try this! Nem hazugság, ez tényleg így van. Nézd csak meg közelebbről, hogy amikor a hordón a számok visszaszámolnak, és eljut az ötösig, utána hiába lő bele a katona, nem megy lejjebb a számláló. Miért kell hazugságot reklámozni? Ha még a saját nyomorult hirdetésed is hazudik arról, amit árulsz, akkor miért higgyek én neked, miért szavazzak neked bizalmat? A másik, hogy miért kell színészeket használni, akik rábeszélnek egy videóra, ami nem is a játékból származó gameplay. Ez tényleg működik? Ilyen ostoba lenne az emberek nagy része, hogy ez bekajálja? Ekkora ordas nagy hazugságot? Mondjuk, hogyha a politikai hazugságokból indulunk ki, vagy lejáratásból, akkor valójában nem is kellene meglepődnünk. De nézzétek meg, hogy hányféleképpen reklámozzák ugyanezt a játékot. Hey, we're trying Last War. Ooh, can we get that big guy? Come on! Yes, we got him! I see this game all the time, and it's time to see if it's fake or not. Alright guys, let's do this thing. Looks like you have to shoot barrels and get upgrades. Okay, nice. Yeah, that's how it works. Okay. Playing games people say are fake, part 5. Okay, now we need a better gun. Oh, that was close. We need to get these resources. I've got no idea why everyone calls this game fake. Talán azért, mert minden reklámban máshogy néz ki. Nem véletlenül válik az ember paranoiássá, meg Conteo hívővé, hogyha folyton mindenhol át akarják b***ni. De tudjátok, hogy mi az, ami egészen biztosan nem átverés? A mai videónk támogatója a Surfshark VPN. A Surfshark VPN egy olyan szolgáltatás, amely megvédi böngészés közben az adataidat az összes okos eszközödön egyetlen előfizetés áráért. Ez azt jelenti, hogy akár az egész falkád vagy osztályod bejelentkezve lehet egyetlen Surfshark fiókkal minden eszközén keresztül. Egyébként ez a Surfshark reklám biztosan kevesebb pénzből készült, mint a Last War reklámok. 10 out of 10, Last War is just like the ad. De cserében 0%-ban tartalmaz valótlanságot. A Surfshark segítségével bármikor megváltoztathatod, hogy éppen honnan böngészel, ami arra is jó, hogy a kizárólag más országokban hozzáférhető tartalmakat is bármikor lecsekkolhatod, legyen szó Netflixről, Disney Plusról, az HBO Maxről, vagy most már csak simán Maxről, vagy akár a YouTube-ról is. Én azokat is egyébként megértem, akik soha nem játszanak a telefonjukon, mert valljuk be őszintén, hogy a sorozat nézés azért kevésbé stresszes műfaj. Fontos megemlítenem még a Surfshark One-t, amely a Surfshark-nak az egyik bővítménye, ami képes távol tartani tőled a káros sugarakat. Persze, hogy a káros sugarakat tartja távol, hogyne. Fontos megemlítenem még a Surfshark One-t, ami a Surfshark egyik bővítménye, amely képes távol tartani tőled a személyre szabott reklámokat is. Emellett segít vírusmentesen tartani az eszközeidet, és valós idő védelmet is nyújt. Ez mindig az, de hogyha nem hiszed, akkor járj utána. Így van, és ami a legjobb az egészben, hogyha nem tetszik a szolgáltatás, akkor 30 napon belül le is mondhatod, és vissza is térítik az árát. Ha szeretnéd te is kipróbálni, akkor most 4 ingyen hónapot kapsz a 2 éves tervből, hogyha a Bálna kódot használod,
a leírásban található linken keresztül. Köszönöm szépen a Surfshark VPN-nek, hogy támogatták ezt a videót is, most pedig akkor térjünk vissza azokhoz a hazug reklámokhoz. Magyarország eléggé kis piacnak számít világléptékben, de ezek az ócska mobil játék reklámok valahogy minket sem kerülnek el. Ezt tudjátok, hogy azt jelenti, hogy erre csomóan rákattintanak, letöltik, és még a pénzüket is belerakják. Szóval akkor nézzük, hogy mennyi köze van a Last War reklámjainak magához, a játékhoz. Az első dolog, ami kiderül, hogy ebben a játékban tényleg hasonló dolog történik, mint a reklámban. Egy katonát irányítunk a képernyő alján, aki a szembe jövő ellenfeleket lövöldözi. Ami érdekesség a reklámhoz képest, hogy ott normál katonákra lövünk, ahogy látjátok, a tényleges játékban viszont zombikat kell lemészárolnunk. Mondjuk ez azért is érdekes, mert a reklámban a katonák kitett kézzel zombiként rohangálnak felénk fegyver nélkül, és van egy nagy zombi a társaságukban. Totál agyrák az egész, de ami feláborító ezen felül is, az szerintem az, hogy a játékban a Plants vs. Zombies zombi modelljeit használják. Mondjátok már, hogy ezek nem pont ugyanazok a 3D modellek? Fogalmam sincs, hogy ez hogy működik, tehát van egy nagyon pénzes, tehetős, marha nagy kínai játékfejlesztő cég, asszeteket lopkod híres kiadóknak a játékaiból, hát egy az egybe lenyúlják, és ez nem zavar senkit. Sikerült tényleg megúszniuk a végtelenségig? Ami rövid utánajárással ki lehet deríteni, hogy a First Fun nevű kínai cég, aki a Last War-t kiadta a Play Store-on meg iOS-en, az egyébként a River Game nevű stúdiónak az egyik befektetője, ez volt az a cég, aki a Top War nevű játékot adta ki. Na és mit gondoltok, hogy ki áll az egész kínai hálózat hátterében, na melyik cég? Hát persze, hogy a kínai Tencent, akinek a birtokában van az egész Riot Games, a PUBG Mobile, a Call of Duty Mobile, az EA Sports FC játékok, a Monster Hunter Online, a V-Rising, a Tower of Fantasy, a Warhammer 40K, Dark Tide, az új Dune játékok, a Vermintide 2 és a Metal Hellsinger és az Epic Gamesnek nagyjából a 40%-a, és nem beszélve a Supercellnek több mint 50%-áról, meg még millió más ilyen intellektuális tulajdonról. Ha engem kérdeztek, nagyon szomorú, hogy Kínából ilyen óriási mértékben áramlik a nyugat felé ez az elképesztő mobiljáték reklámokon keresztül népbutítás. Még a Temut meg a Shint egy ilyen relatíve kulturált módon reklámozzák, de ezeket a mobiljáték reklámokat valami elképesztően alpári módon csinálják. Visszatérve a Last Warhoz, a pályákon hordókból tudunk kilőni magunknak plusz csapattagokat, illetve van ilyen plusz és mínusz kapu is, amik valamennyire azért hozzák a reklámokban látott mechanikát is. Meg alapból mekkora skill kellhet egy olyan játékhoz, ahol vagy jobb, vagy baloldal tudsz elmenni? Annó rengeteg ilyen runner játék volt a mobilos platformokra, köztük a Temple Run is, ami azért ennél jóval skillesebb játékmenetet igényelt, itt hát álmodni se álmodjunk ilyenekről. Később nem igazán kell emiatt aggódnunk, mert a játék hamar megmutatja a foga fehérjét. Természetesen a Last War is egy ugyanolyan bázisépítős, időkapu rendszeres, kínai mobilos stratégiai fos, mint az összes többi, amiről másolták. Elnézést azoktól, akik ezt imádják. Hatalmas összegeket költhetsz el mikrotranszakciókra, időfelgyorsításra, erősebb csapatagokra vagy több munkásra, szóval semmi újdonság. Ami még érdekes, hogy a kezdeti beetetés után már nem sokat fog számítani a saját ügyességünk a harcban, ugyanis hamar bejönnek a hős egységek, akiket nyersanyagokból tudunk majd szintezni, hogy erősebbek legyenek. Ők lövöldöznek tovább a pályákon, különböző erősítéseket tudunk felvenni közben, de a játék egyébként nem nagyon változik. Bizonyos részeknél azt sem tudod, mi történik, mindenki csak lő, támad magától, és te csak megvárod a végét, hogy a csata után kimarad életben. De most tényleg, csak nézzétek meg! Sőt, rengeteg pályát csak úgy végig tudsz vinni, hogy csak mész előre, tehát hozzá se nyúlsz semmihez, mert mindig a bal oldalon lévő két kapu közül, tehát a bal oldalit aktiválja, tehát hogyha az pont a kék, akkor meg se kell mozdulnod, és nagyjából csak így végigmehetsz a pályán, hogy így hozzá se értél a játékhoz. Ami még talán különleges, az, hogy a boss harcoknál néha engedi a játék, hogy körözzünk a boss körül, amivel talán egy kicsit könnyebben tudunk túlélni. Ez nice. A Last War-ban van egyébként klárrendszer is, területhódítás, meg PvP. Mondjuk ez az utóbbi vicces, mert ugye csak az egymással szemben álló harcosokat látjuk rommá lőni egymást, és hát az győz, akinek erősebb egysége van. Taktika vagy agymunka nem igazán szükségeltetik hozzá.
Az art style tekintetében jellemzően a Supercell játékok stílusát látjuk megjelenni, csak modern környezetben. Nyilván ne számítsunk arra a szintű kidolgozottságra, ami a Supercell játékok védjegye, sokkal inkább ilyen Last Shelter Survival-os toldozott, foltozott utat kapunk. A hősöknél is elég fura néha, hogy a karakter arcképe egyáltalán nem is hasonlít arra a dizájnra, amit a játékban lévő modellje kapott. Innen is látszik, hogy a játék asszettjeit innen-onnan lopkodták össze és gyúrták egészé. A hangok tekintetében is eléggé inkonzisztens a játék, végig egyetlen zene loopol a csaták alatt és egy a bázisépítés közben. Nagyjából 2 órát játszottam a játékkal, de úgy érzem, hogy már így is bőven eleget láttam. Pontosan az ilyen csaló reklámok és szeméti játékok miatt gondolják azt nagyon sokan, hogy a mobil játékok nagyjából gyerekeknek meg hülyéknek vannak kitalálva, akik erre pénzt, időt és energiát sem sajnálnak, ami nyilván gyerekeknek általában pénzük nincs, de hogy ha felnőttként te valami mobiljátékot prüntjöksz, akkor vagy nagy vagy és Candy Crush-ozol, vagy valami geek kocka teljesen agybeteg ember, aki önti bele a pénzt az ilyen hülyeségekbe. Nagyon szomorú látni, hogy lassan 100%-ban leuralják a kínai cégek az egész piacot, mert mindent felvásárolnak, és ezzel az élvezhetetlen és ócska kínálattal árasztják el a piacot. Én azt ajánlom, hogy az ehhez hasonló igénytelen cuccokat, mint a Last War, jó messzire kerül, de bármennyire is tetszenek neked azok a reklámok. Ha szeretnél még hasonló videót látni, vagy valami mást, akkor írd meg kommentben. Köszönöm szépen a Surfshark VPN-nek, hogy támogatták ezt a videót, és hogyha nem akarsz lemaradni a 4 ingyen hónapról, akkor link a leírásban. Köszi a csatorna tagoknak a kitartó segítségét, hogy minden hónapban 400 forintot támogatják ezt a csatornát és a videók létrejöttét, hogyha te is szeretnél, akkor a csatlakozás gombon keresztül meg tudod ezt tenni odalenn. Ennyi voltam mára, találkozunk hamarosan, addig is, vigyétek a ceteket!